Magyar Péter alkót köthetett az Európai Néppárt frakció vezetőivel annak érdekében, hogy megőrizhesse mentelmi jogát. Erről írt több hírportál is annak kapcsán, hogy a Tisza pártelnöke keddi sajtótájékoztatója helyett végül szerdán Manfred Weberrel közösen állt az újságírók elé. Magyar Péter korábban a mentelmi jog eltörlése mellett kampányolt. Nyári diszkóbotránya óta azonban kitérő válaszokat ad azokra a kérdésekre, hogy lemondaná-e a jogi védelemről. Szerdán Manfred Weber úgy reagált, meglepi, hogy egyáltalán felmerül ez a kérdés. Erről lesz szó a folytatásban. Tita Nilla kérdezi vendégét. Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője most a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye az elmúlt percekben itt ifjú Blomnici Zoltánnal a miniszterelnök mai programadó beszédét elemeztük, és ugye erre érkeztek a különböző képviselői reakciók, többek között Manfred Webertől, Magyar Pétertől, Dobrev Klárától. Így talán indítsunk azzal, hogy hogy látja ezeket a reakciókat összességében, hogyan reagáltak Orbán Viktor probléma felvetéseire, illetve programjavaslataira a képviselők. Gyakorlatilag úgy nézett ki az összkép, hogy Orbán Viktor ugye foglalkozott Európa jövőjével, azzal, hogy milyen lépéseket kellene tenni például azért, hogy Európa versenyképessége javuljon, és ugye Kínával és Amerikával felvegye ismét a versenyt a kontinens, és ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben ugye a túloldalon azt láttuk, hogy Dobrev Klára, Magyar Péter és a többi balliberális képviselő az Európai Parlamentben egy napi aktuálpolitikai csatározássá zülesztette ezt az európai parlamenti vitát, tehát semmilyen érdemi reakciójuk nem volt mindarra, amit mondjuk a magyar kormányfő elmondott. Kizárólag azokat a gyakorlatilag komment szekcióban megjelenő állításokat, ellenzéki állításokat hallhattuk zanzásítva, összesűrítve, amelyeket már megszokhattunk az elmúlt időszakban, tehát érdemben gyakorlatilag azzal, hogy Európa jövője hogyan fog kinézni, mi lesz az illegális bevándorlással, mi legyen a háború kérdésével, a versenyképességet hogyan javítsuk. Ezzel például a magyarországi európai parlamenti képviselők a balliberális oldalról egyáltalán nem foglalkoztak. A miniszterelnök is mondta, hogy ő szeretett volna vitatkozni, vagy hát, hogy oda tette az asztalra ezeket a problémákat, illetve megoldási javaslatokat, és azt gondolt, hogy erről lesz szó, de hogy nem erről volt szó végül. Itt az ülésen Manfred Webernek volt egy nagyon érdekes, vagy meglepő mondata, ugye nyíltan kimondta, hogy Magyar Péter le fogja győzni Orbán Viktort. Ez nagyon furcsa abban a tekintetben, hogy van egy európai pártcsalád, az Európai Néppártnak van egy frakció vezetője, és hogy nyíltan állást foglal egy tagállam belpolitikai ügyeiben. Ilyen azért szerintem nem minden nap történik az Európai Parlamentben. Nem mindennapi, és azért a hazai balliberális politikusok szempontjából szerintem nem túl előnyös az, hogy a belpolitikai csatározásaikat kiviszik külföldre, és például az Európai Parlamentben akarják a párpolitikai vitáikat megvívni. Ez más ország esetében nagyon ritka, tehát sosem szokták kiteregetni a szennyes vagy a belpolitikai vitákat külföldön megcsinálni, és ott ezeket lefolytatni, tehát egyértelműen ez visszás ebből a szempontból. Gyakorlatilag ugyanabban a hibába futott bele Magyar Péter is, mint amit már korábban láthattunk a különféle balliberális elődjeinél. Tehát, hogyha visszagondolunk Márki-Zay Péterre akár, vagy ugye Dobrev Klára, aki most is jelen volt ezen az ülésen, más hasonló balliberális szereplők szintén ezt a taktikát választották, elmentek a nemzetközi sajtóhoz, elmentek az Európai Parlamentben, és akkor ott próbálták ezeket a belpolitikai vitákat lefolytatni. Ez általában egyébként belpolitikai szempontból a magyar választók számára visszatetsző, hiszen sosem nézik jó szemmel azt, hogyha Magyarországról egyes politikusok külföldön negatív kontextusban beszélnek, hiszen ez gyakorlatilag Magyarországnak a külföldi lejáratását jelenti. Ezt láttuk most a balliberális politikusok részéről, és Ursula von der Leyen és Manfred Weber is igen durván beleszólt a magyar belpolitikába, elég erős állításokat fogalmaztak meg, ugye az Európai Bizottság elnökének a részéről ez gyakorlatilag elfogadhatatlan, tehát ez szembe megy az alapszerződésben leírtakkal, hogy az Európai Bizottságnak semlegesnek kell lennie, tehát Manfred Weber már olyan tárgyi állításokat is megfogalmazott, hogy szerint az európai parlamenti választást ugye Magyar Péter nyerte, tehát teljes mértékben szemben vannak a valósággal, a tényekkel, hiszen a mostani európai parlamenti választást magasan a Fidesz-KDNP szövetség nyerte. Ugye, és ide
citálnám most több lapnak az értesülését, illetve írását, hogy Magyar Péter alkut köthetett Manfred Weberrel, illetve az Európai Néppárttal. Ugye itt a mentelmi ügyéről van szó, mert hogy ugye kérték az ő mentelmi jogának felfüggesztését, és ugye nyilván az Európai Néppárt szavazatai, azok döntőek lehetnek ebben a kérdésben. Mit gondol erről, létezhet ilyen alku? Beszédes volt, hogy ma közösen tartott a sajtótájékoztatót, érdemben nem lehetett kérdezni, tehát azt tegyük hozzá, hogy tegnap ugye a miniszterelnök nagyjából 2 órán keresztül tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol a hazai és külföldi sajtó részéről bármilyen témában, bármilyen kérdésben tudták foggatni, kérdéseket tettek fel, erre válaszolt ugye a kormányfő. Ezzel szemben ugye Magyar Péter tegnap lemondta a sajtótájékoztatóját, amit előre meghirdetett, ma pedig gyakorlatilag pár percig volt jelen az újságírók részre, tehát érdemben nem lehetett tőle kérdezni a mai nap folyamán sem, és látjuk, hogy Manfred Weber és Magyar Péter is eléggé hát össze-vissza beszél a mentelmi kérdésről, nem beszélnek egyértelműen, hogy most felfüggesztik, nem függesztik fel. Ebből lehet arra következtetni, hogy véletlenül itt valamilyen alkuvé paktum született meg Magyar Péter és Manfred Weber között, nem akarják Magyar Péternek a mentelmi jogát felfüggeszteni, és ezért véletlenül valamilyen áldozatot is várnak ugye Magyar Pétertől, tehát nem adják ingyen az ilyen támogatást, nem adják ingyen azt, hogy nem függesztik fel a mentelmi jogát. Láttuk is ugye a mai parlament ülésen, hogy Magyar Péter lelkesen tapsolt Ursula von der Leyennek, Dobrev Klárával kéz a kézben, tehát véletlenül az az elvárás Magyar Péter irányába, hogy álljon be a fősodorba, álljon be teljes mértékben, teljes messzélességgel az Ursula von der Leyen és az egyéb hasonló politikusok által diktált brüsszeli politika irányába. Ugyanakkor ugye a Tisza pártelnöke egyfajta ultimátumot fogalmazott meg, hogyha Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor önként lemond a mentelmi jogáról. Ezt hogyan kell értelmeznünk, ezt az üzenetet? Hát gyakorlatilag olyan ürügyet keresett Magyar Péter, amire hivatkozva nem fog a mentelmi jogáról lemondni, vagy nem akarja, hogy felfüggesszék a mentelmi jogát. Ugye az Európai Ügyészségnek a kérdés az teljesen másról szól, mint amit ugye Magyar Péter állít. Ez egy szuverenitás kérdés. Azt akarjuk-e, hogy egy Európai Uniós intézmény gyakorlatilag a magyar igazságszolgáltatást is uralja, vagy ez egy független magyarországi intézmény maradjon, tehát gyakorlatilag itt egy szuverenitás kérdésről van szó, nem csak Magyarország, hanem egyébként több nyugat-európai ország sem csatlakozott ehhez az Európai Uniós intézményrendszerhez, az Európai Ügyészséghez, tehát ez egy ürügy Magyar Péter részéről, egy kifogás, ezt fogja hajtogatni, és erre hivatkozva mondja, hogy akkor az ő mentelmi joga az megmarad. Ugye úgy zajlott a mai ülés, hogy a kormány felmondta a beszédet, felszólaltak a frakcióvezető képviselők, majd Orbán Viktor válaszolhatott. Összességében, ha mérleget kellene vonni a mai vitanapról, akkor hogyan értékelni az erőviszonyokat? A vita teljes egészét azt a miniszterelnök mindenképpen megnyerte, tehát látszott, hogy Orbán Viktornak a felszólása meglehetősen erős volt, a reakciók is rendkívül erősek voltak, tehát több olyan ponton cáfoltak ételesen az előtte elhangzott állításokat, amelyek ugye gyakorlatilag szembe mentek a valósággal, az alapvető tényekkel, tehát Manfred Weberre a reakciója a miniszterelnöknek kifejezetten erős volt, ott nem is hallatszott, hogy például a baliberális képviselők mondjuk huhogtak volna, vagy érdemben reagáltak volna, mert ott ők sem tudtak erre mit szólni. Tehát, hogyha összképet nézzük, akkor Orbán Viktor nyertesen jött ki ebből a mostani európai parlamenti vitanapból, megerősödve jött ki, és Magyar Péter nem tudta dominálni ezt a mostani vitanapot, ami ugye azért fontos, mert láttuk, hogy ők már hetek óta erre készültek, akarták alázni gyakorlatilag a magyar kormányfőt, látszódott, hogy összehangolták a beszédeket, tehát hogyha megnézzük, akkor mindegyik balliberális, akár külföldi, akár magyar ugyanarról beszélt, ugyanazokat a szófordulatokat, szavakat használtat, ez egy összehangolt támadás volt, de ennek ellenére láttuk, hogy ezt a magyar kormányfő könnyen leverte. Deák Dánielnek köszönjük szépen! Köszönöm szépen is!